Mindannyian ismerjük, milyen az, amikor elbeszélünk a másik mellett, vagy ő beszél el mellettünk, amikor kiforgatottnak véljük a szavainkat, és ahelyett, hogy értelmesen vitatkoznánk, érzelmektől vezérelve veszekszünk. Az erőszakmentes kommunikáció tanulható, ezt állítják a szakemberek. Az erőszakmentes kommunikáció vagy együttműködő kommunikáció Marshall Rosenberg amerikai klinikai pszichológus által kifejlesztett módszer, amelynek célja, hogy az emberek nagyobb együttérzéssel és világosabban tudjanak kommunikálni egymással. Nos, hát erről lesz szó a következő percekben. Ferenczi Enikő, mentálhigiénés szakembert köszöntöm, jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm. Nos, egy 10-15 perces beszélgetés elé nézünk, megpróbáljuk valahogy fölgöngyöríteni ezt, mint problémát, ugye nem pusztán a módszer magát, hiszen ezek olyan tapasztalatok, amelyek rutinszerűen minden nap megesnek velük, elszenvedjük vagy elszenvedtetjük másokkal a sakásságunkat vagy a zsirávságunkat, és akkor már is az a javaslatom, hogy vágjunk a velejébe. Ugye azok a lehetőségek, amelyeket kínál ez a pszichológus, ugye két ilyen entitás köré szerveződnek, a sakál az, amelyik értelemszerűen üvölt, agresszív, tele van problémákkal, ez kivetíti, és a zsiráf ugye az az állat, amelyiknek a legnagyobb szíve van, és akkor ez egy morális léc, amit magunk elé kell fölütni, hogy elérjük a zsiráfságunkat. Hogy néz ez ki? Hát annyival egy picit kiegészíteném, hogy a sakáról azt is kell tudni, hogy nem csak agresszíven üvölt, akkor üvölt agresszíven, ha úgy gondolja, hogy le tudja győzni az áldozatát. Abban az esetben, hogyha fél a partnertől, akkor sarkon fordul és elvonul. Tehát a sakálnak kétféle arca van. Ezt ugye úgy szokták ábrázolni, hogy szembeáll, vagy pedig elinal. Na most a zsiráffal pedig az van, hogy miközben tényleg az állatvilágból neki van a legnagyobb szíve, és ugye ez ilyen jelképes, a jóságnak a jelképe, a zsiráf lenne az, aki tulajdonképpen a rugásával bárkit el tudna pusztítani, és érdekes módon soha nem gyakorolja ezt. Ugye van ennek néhány fontos tétele, nem fogunk teoretikus szöveget generálni, hanem megpróbálunk néhány élethelyzetből kiindulva talán elgondolkodtatni önmagunkat és másokat is. Ugye az egyik fontos dolog, amire itt rá kéne kérdezni, az, hogy hogyan tudunk úgy őszinték lenni, hogy nem kritizálunk, és akkor egy kicsit kritikai kérdésem van ebben a fekvésben, hogy ki kell lúgozni a kritikát. Ugye egyrészt önmagammal szemben van itt egy feladat, hogy hogyan viszonyulok önmagamhoz, és hogyan viszonyulok a másikhoz, amikor megszólítom. Igen, nem kell kilúgozni a kritikát, tehát hogy nem kell ezt nagyon szélsőségesen értelmezni, tehát ez most nem arról szól, hogy legyünk annyira jók, hogy itt mindent belepjen a jóság, és lemondunk bizonyos dolgokról, hanem egy másfajta látásmódot, gyakorlatot kellene megtanulni. Na most a kritikát is lehet többféleképpen mondani. Ugye tálalás kérdése azért. Mondhatja egy feleség azt a férjének, hogy bunkó vagy, és akkor ugye ez így direkt és minden benne van, vagy mondhatja azt, hogy nekem annyira rosszul esik, amikor te ezeket mondod. És ugyanarról a helyzetről beszélünk, érted? Tehát ez azt jelenti, hogy miközben visszajelzek ugye a férjemnek, most nem akarom neked mondani, mert akkor ez ilyen furán jött volna ki, ez a bunkos dolog, de hogy érted, arról beszélek, hogy én érzelmileg hogy élem meg ezt a helyzetet, és azt vetítem feléje, hogy nekem ez rossz, és nem azt, hogy én kritizálom. Érted, hogy mennyivel és morális felhangot kap majd, ugye az értékítélet, vagy azt mondom, hogy soha nem segítesz. Ez már eleve rossz. Amire mi a válasz, hogy mondjuk 10 évre visszamenőleg egy listával áll elő a beszélgető társ?
Igen, de ezt amúgy a kommunikációban is, tehát hogy az általunk jobban ismert kommunikációban is használjuk azt, hogy ilyen mondatokat nem mondunk. Tehát eleve párterápiában megtanítjuk azokat a kifejezéseket, hogy mindig, soha, ezeket törölni kell. Tehát hogy ez eleve, ez egy sakál, bedobó, harcot szító helyzet. Na most, ami még nagy különbség, hogy az erőszakmentes kommunikációban nem az a cél, hogy valamelyikünk győzzön. Hanem hogy mind a ketten úgy érezzük, hogy nyertesek vagyunk. Ugye ez a kommunikációs formákban van. Na most eleve, hogyha nem erről van szó, akkor teljesen más a körülmény is. Én úgy gondolom, hogy mostanra azért már mindenki magára ismert ezekben a szerepekben és játszmákban. Biztos, hogy talált referenciát ahhoz, hogy egyik-másik helyzetben mit követett el. Azt mondtam, kvázi ígéretként, hogy ez tanulható. Próbáljuk meg így megközelíteni, hogy melyek azok a lépések, amelyeket meg kell tenni. Gondolom, hogy önmagával kezdi mindenki a Igen, abszolút tanulható, és ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy mindig önmagunkkal kezdjük. Ne a társamat akarjam megváltoztatni, hanem én azzal lépjek be, hogy megmutatom, hogy tudok más lenni. Na most mitől leszek én más? Azáltal, hogy merek az érzéseimről beszélni. Nem szoktunk a mindennapi kommunikációban, nem mondjuk el, hogy én most mit érzek. Na most itt elmondom azt, hogy mit érzek, és a másik, ami fontos, hogy milyen szükségletem van. Akár nem tudom, biztonságra vágyom, akár arra vágyom, hogy figyelj rám. Na, amikor önmagam területén megcsináltam a rendjét, akkor a másik fele pedig ugyanezt nézem, hogy megpróbálom megérteni, ez az egy első lépcső, hogy nézem, vizsgálom, megértem. Figyelem az ő érzéseit, ugye, hogy vajon mi van benne? Például, vajon miért üvölt nekem a másik, amikor ránk üvöltenek, az nem feltétlenül arról szól, hogy valamit hibáztunk. Lehet, hogy a másiknak van ott valami a háttérben. Na most az érzése mögött azt nézem, mert az érzés ugye az egy üvöltő negatív dolog, azt nézem, hogy neki milyen szükséglete van. Lehet, hogy azért üvölt, mert ő ettől érzi magát erősnek, hogy engem például megaláz. Tehát, hogy ezek már nagyon fontosak, ezek a lépcsők, és hogyha ezeket elkezdjük építeni az életünkbe, na most amitől nehéz, hogy az empátiát kell gyakorolni, és ehhez valószínű, nem vagyunk szokva. Nem vagyunk ahhoz hozzászokva, hogy te miközben hozzám beszélsz, én megpróbálom magam úgy belehelyezni a te helyzetedbe, hogy értsem. Én ezt könnyen mondom, mert a segítő szakmában ez egy alapvető dolog. Hogy ne az én világommal, hanem a te világodba lépve értselek meg téged. Érted? És gondolom, hogy a konfliktus is fontos, ugye, mint jelenség, és az, hogy miként viszonyulunk hozzá. A konfliktustól gyakran félünk. Igen, mert hogy a konfliktus előhozhat olyan dolgokat, ami által kényelmetlen helyzetbe kerülünk. Na most, amikor én az érzéseimről beszélek, az hozhat konfliktus. Tehát a konfliktus nem feltétlenül rossz, szinte ezt mondtam. Induljunk abból, itt van még egy előszoba, hogy ahol nincs konfliktus, ott baj van. De ahol azt mondják, hogy ebben a családban itt minden rendben van, és soha nincs konfliktus, na hát ez az, amire nekünk a piros lámpáink ki szoktak gyúlni, hogy akkor baj van. Akkor még nagyobb baj van, azt jelenti, hogy valaki meg se szólal. Tehát a konfliktus kell, de nem mindegy, hogy ezt a konfliktus hogy rendezzük le. Le lehet úgy rendezni, hogy te mit érzel, neked milyen szükségleted van, itt vagyok, és megpróbálok megérteni. Muszáj eltévedni egy terápiára, hogy ezekkel az ember találkozzon? Végül is, hogyha belegondolunk, ugye módszer ide vagy oda, azt még tegyük hozzá, hogy nem pusztán párterápiáról van itt szó, hanem a mediálásnak olyan technikáiról, amivel nagyon sok mindent kezelnek, ugye vállalati kommunikációtól kezdve, tehát hogy ennek sok oldala van az erőszakmentes kommunikációnak, és sok alkalmazhatósága, de hát maradjunk az egzisztenciális gondoknál, mert hogy az ember közelébb nyilván. Én azért nevettem, mert tudod a véleményemet, hogy én úgy gondolom, hogy mindenkinek időközönként el kellene menni, és egy kicsit rendbe rakatni magát lelkileg is. Tehát ezért már ugye az első... Tehát, hogy az igen, az ott van. Ez nem kérdés. A másik dolog... Onnan kell kiindulnunk, hogy elfogadjuk-e azt, hogy nekünk folyamatosan változnunk kell. És újból mondom, önmagamat változtatnom kell, önmagamat akarjam megváltoztatni. Tehát ez egy természetes dolog, hogy változnom kell. A világ változik, minden változik. Tehát érted, ez az alaphozzáállás. Ha megváltoztatnom kell, az azt jelenti, hogy el kell mennem olyan közegbe, ahol tudom ezt tanulni és gyakorolni.
Most, hogyha picit visszacsatolunk a Marshall Rosenberg által kínált rendszerhez, tényleg nem akartunk teoretikus szöveget generálni itt, de milyen támpontokat kínál ő? Ugye több kötete van, nem promózzuk őt, utána lehet olvasni, de a te tapasztalatod szerint mi az, ami releváns ebben az ügyben, mi az, ami konkrétan segítség feleterem. Tehát, hogy az ami mindenképpen új, az az empátiának a megtanulása. Tehát, hogy teljesen másként nézni az embertársainkat. Ami meg igazán új, az, hogy el kell mondanom, hogy mi van bennem. Na most az erőszakmentes kommunikáció arról is szól, hogy ha én nem engedem ki az érzéseimet, önmagammal szemben folytatok erőszakot. Általában ezt nem szoktuk betenni az erőszakmentes kommunikációba. Úgy újra mondom, tehát magunkkal kezdődik, és vigyázzak, ha én ezt nem fejezem ki, akkor már önmagammal elkövetek egy erőszakot, ugyanis az elfojtás, a csendben levés, ez az idézőjelben a jó gyerek szindróma, ez nagyon rossz eredményeket szokott hozni. Említettük a sakát meg a zsiráfot. Egy kicsit ahhoz kapcsolódva, ami az utolsó mondatodban megfogalmazódik, ugye, hogyha megtanuljuk a zsiráfnyelvet, mondjuk nevezzük így a szívnyelvét, a szeretet teljes viszonyulást, remélem, hogy ez így nem csöpög, de hát tudunk így is beszélni, akkor már nem is lehetünk dühösek? Az a te érzésed akkor. És akkor azt kell megvizsgálnod, hogy miért vagyok dühös. Miért váltott ki a másik ember bennem dühöt? Mi az, amit bennem megmozgatott? És rögtön azt nézem az érzés után, hogy mi a szükségletem. Tehát miért hatott rám az érzés? A nagyon magas szint az emberi fejlődésben az, aki már senki nem tud tehát amikor senki nem tud minket kilibbenteni a nyugalmi pozíciónkból. Tudom, ez nagyon maximalistaként hangzik, de igen, üvölthet mellettem. Próbálhatja megkeresni a gyenge pontomat, de alapvetően végtelenül nyugodt maradok, mert én azt vizsgálom, hogy ő miért így viszonyul ebben a helyzetben. És akkor érted, nem jön be. Tehát én, amíg reagálok a negatív impulzusokra, akkor azt jelenti, hogy megengedem, hogy ő felettem uralkodjon. Hát ezzel a gondolattal zárjuk, illetve azzal a önmagunk számára is megfogalmazható elvárással, hogy dolgozzunk magunkon, ez a legjobb út a másik fele. Mindenképpen ezt a beszélgetést folytatjuk, hát szeptember 30-a volt, ugye vasárnap az a nap, amit a erőszakmentes kommunikáció napjaként világszerte ünnepeltek. Mi ezzel honoráltuk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál és elmondtad mindezeket nekünk.